Sziasztok, Misi vagyok! Ha azt mondanám, gondoljatok egy gamer notebookokat gyártó cégre, biztos, hogy elsőként senkinek nem az MSI jutna az eszébe. Nem tudom, miért van ez így, pedig az 1986-os alapítású kínai MSI igenis jelen van ezen a piacon is már jó néhány éve. Az MSI GF65T-n sorozatából a nagy tesóját nálam a 9SE XR, ami elég komoly hardware-rel rendelkezik, főleg a testvéreihez képest. Természetesen neki van a legtöbb memóriája, tárhelye, legnagyobb processzora, és bizony a videókártya is RTX benne. Méghozzá egy RTX 2060. A többi specifikációban nem tér el testvéreitől, még a súlyuk is grammra pontosan megegyezik. De ha már a súlynál tartunk, megjegyezném, hogy 1,86 kg-ot nyom csupán, nagyon könnyű. Ez miért is fontos? A gamer notebookok általában 2 kg felettiek, nagyon ritka, amikor 2 kg alá sikerül őket faragni. Az MSI így nem csak vékony, de súly szempontjából is könnyen hordozható eszközt alkotott. Na de nézzük meg közelebbről, és beszéljünk a külsejéről. Az MSI a kínai gyökereihez híven, a gamer cuccaira általában ezt a sárkány logót rakja. Nem tudom, mi az a sárkány mánia, de marha jól néz ki. Ezzel a szálcsiszolt fémes felülettel találkozhatunk kívül és belül is. Habár sokkal extrémebb gamer notebook külsőkkel lehet találkozni a piacon, ez most az MSI-nél elegánsra és visszafogottra sikerült. Persze nincs ezzel gond, mert van, aki a gaming mellett munkára is szeretné használni a masinát, így a nem túl kirívó külső bizonyos esetekben még előny is lehet. A hátulján csupán a hűtéshez szükséges nyílásokat látjuk. Bal oldalán is hűtőrácsot, mellette a tápcsatlakozót, töltési jelzőledet és egy HDMI-t találunk. A jobb oldalra viszont 3,5-szoros jack csatlakozó, majd 4 darab 3.0-as USB csatlakozó került, méghozzá 2 darab USB-A és 2 darab USB Type-C formájában, ami üdvözlendő. Valamint itt az elmaradhatatlan gigabites LAN-port és Kensington zárhelye is. Az elejéről viszont hiányoznak az állapoti jelzőledek, ami a bekapcsolt állapotot, a töltést és az írásolvasást vagy akár a vezeték nélkül kapcsolatok aktívságát jelezni. Végül, de nem utolsó sorban, vessünk egy pillantást az aljára. Szerintem ez az egyik legextrémebb része az összképnek, pedig ezt látjuk legkevésbé. Annyira menőn néz ki, ahogy kialakították a vékonyház számára a hűtési rendszer szellőzését szolgáló nyílásokat, hogy kedve van az embernek gyönyörködni benne. A szuper gumitalpak stabilitást kölcsönöznek a gép egészének használat közben, míg az előső talp mellett elhelyezett hangszórórácsok mögött erőteljes 2 wattos hangkeltőket helyeztek el. Ez elég filmnézésre, de játék közben azt mondom, úgyis legtöbben fülest ragadunk, főleg ha beindul a hűtésért felelős turbina, ami képes a hangszórókból áradó hangokat és ezzel a játék élményt mindenképpen negatívan befolyásolni. Viszont egy vérbeli gamer fülessel játszik, úgyhogy ezt nem is ragoznám tovább. Most pedig lepucolom az ujjlenyomatokat, mert marhára gyűjti. Nyissuk szét és nézzük meg, mi fogad minket odabent. Úristen, egy billentyűzet és egy kijelző. Komolyra véve a szót, egy 15,6-szoros matt IPS kijelzőt kapunk, ami 120 Hz-es képfrissítéssel bír. A betekintési szögek az IPS panel miatt nagyon jók, a színek rendben vannak, viszont a fényerőn lenne még mit csiszolni. Kinti napfényes időben nem fogtok rajta játszani, az biztos. A kijelző fölött van egy HD webkamera visszajelző leddel és mikrofonokkal, semmi extra, van, működik, ennyi. Most pedig vegyük szemére a billentyűzetet, ami marha jól néz ki, szép pirosan világít, amit 3 erősségi fokozatban állíthatunk, vagy ki is kapcsolhatjuk. Viszont a magyar billentyűzet kiosztás valami horror lett. Bár biztos megszokható, de nekem nem sikerült egy-két hét alatt, már is mutatom, miről beszélek. Először is az Ü betű az Enter fölé került, de úgy, mintha az Enter-től vették volna el a helyet. Rendszeresen Ü betűt nyomtam Enter helyett. A másik viszont az a hosszú I. Na az nem az Y balján van, mint máshol, hanem Space mellett a jobb oldalon. Az még nehezebben szokható. Nekem egy 6-os Surface Pro van, amiről egyébként puskázok, és annak angol billentyűzete van. Sokan kérdezik, hogy hogy tudok magyarul gépelni az angol billentyűzeten, mikor nincsenek felfestve a betűk?
Nem azt figyelem, hogy mit nyomok, hanem tudja az agyam, hogy melyik gombnak hol kell lennie. Na az I az nem ott van ezen, itt viszont ugyanúgy itt található meg az I, akárhogy nincsen rajta. A touchpad szép, letisztult, nincsenek gombok, hanem magát a touchpadot kell nyomni a jobb vagy bal oldalán. Ez helyettesíti a jobb és bal egérgombot. Nekem még egy új lenyomatolvasó elfért volna, de az kimaradt róla. Lássuk, milyen hardware-t pakoltak bele az MSI mérnökei. Van itt kérem 9. generációs i7-es Intel proci, méghozzá egy i7-9750H, maximum 4,5 GHz-es működési URL-lel és 12 MB cache-sel. Van 16 GB DDR4-es memóriánk, ami 2600 MHz-en ketyeg, és persze egy Nvidia GeForce RTX 2060 6 GB GDDR6 memóriával. Tárhelyül 512 GB M.2-s SSD szolgál. A 15,6-szoros MAT TPS kijelzőről már beszéltem, hogy 120 Hz-en működik. A játékok magas grafikai beállításokon is jó FPS számokat produkálnak, így a 120 Hz-es kijelző is maximálisan ki van használva. Élvezetes rajta játszani, legyen szó akár egy kis Fortnite-os mókáról, FPS-ről vagy bármi másról. Ezzel a hardware-rel már VR-ready masinának számít, úgyhogy ha szeretnénk egy Oculus-t vagy egy Vive-ot, ő már képes azokat meghajtani. Az akkumulátor a 3 cellás és 51 watt órás teljesítményű, egyébként van még benne AC-s Wi-Fi és Bluetooth 5.0. A benchmark számok is magukért beszélnek, bizonyítva azt, hogy tényleg egy jó gamer notebookról van szó. Ebben az árkategóriában tényleg megfontolandó az MSI GF65 TIN 9 SX-er megvásárlása, ugyanis árérték arányban verhetetlen. Ráadásul most a notebook.hu oldalán akár 10 vagy 20 havi részletre is elvihető 0% THM-mel. Marha jó vétel. Ennyi lett volna ez a videó, hogyha tetszett, nyomjatok egy lájkot, és persze iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok!